Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe Ideális ügyfél az ingatlan piacon. Én írtam az ingatlanos álmok könyveket, enyém az ingatlanos álmok klub, itt alul tudsz is jelentkezni a havi előfizetéses klubra. Illetve október 16-án tartom az Érintési pontok az ingatlan piacon című ingyenes előadásomat, úgyhogy kattints, iratkozz fel a hírlevelemre és küldöm a linket. Ugye ez nagyon fontos, hogy mennyire kidolgozott nálad, hogy az ügyfél milyen folyamaton megy keresztül, milyen kérdéseket teszel fel neki, és mit akarsz, hol, mit csináljon, nézze meg az ingatlant, vagy vásároljon, vagy fizessen időbe, jó? És ezeket a pontokat, amennyibe te kidolgozod, nyilván az előadás segítségével, akkor tulajdonképpen biztos vagyok benne, hogy nagyot lépsz előre ahhoz te, hogy még profitábilisabb legyen az ingatlan befektetésed. Tehát magyarul pénzt teszek a zsebedbe, úgyhogy kattints és iratkozz fel a hírlevelemre. Ez az ideális ügyfél, én a klubban nagyon sokat foglalkozom ezzel, a havi előfizetéses klubban és a másikban is, tehát az élő személyes klubban is, mert nagyon-nagyon fontos. Igazából csak ezt akarom neked megvilágítani, hogy tudd, hogy kivel akarsz szívesen üzletet kötni. Ez nagyon-nagyon fontos, mert az emberek zöme, amikor mondjuk úgy, hogy akinek pénze van, én bárkivel szóba állok, és tulajdonképpen lelkileg meg egy nagyon nagy stressz helyzetet él meg, mert ez ugráltatja, este 10-kor hívja valami baromsággal, tehát, hogy sok, vannak olyan ügyfelek, hogy aztán tényleg semmi korlát nincsen benne. Én megmondom őszintén, amikor valaki már túl későn hív, akár például 8 óra körül, 9-kor, de akár 7 órakor is, megkérdezem, hogy mi az a kicseszettül fontos dolog, és nem ezekkel a szavakkal, ami nem várhat holnap reggel 8-ig, és nem érdekel, hogy mit akar mondani, és leteszem a telefont. Ugye vannak emberek, én nem vagyok népnevelő, és nem nevelni akarom őket, de vannak bizonyos korlátok, amit az elején helyre kell tenni, például a bérlőkben is. Mert ha ezt nem teszed helyről, fel fog téged hívni reggel 5:30, mert éppen úgyis megyek a munkába, majd hamar felhívlak, meg este 10 órakor is, mert éppen csak valamit mondani akarok, ami egyébként rájött volna 2 hét múlva is. Jó? És ezeket igenis helyre kell tenni, hogy mi a rend te nálad, és milyen emberekkel akarod körbevenni magad. Ugye itt van az, hogy kinek mi a célja. Az a célom, hogy egy hatalmas nagy ingatlan befektető legyek. Ez egy tök jó cél, de nagyon fontos, hogy az odavezető utat élvezd, tehát örömmel járd végig azt az odavezető utat, és hogyha ez az ideális ügyfelet itt te rosszul határozod meg, vagy valami nem úgy jön ki a lépés, akkor az nem élvezetes az az út. És ilyenkor az, hogy kiég az ember, megcsömörlik, inkább akkor másba kezdek, mert ez nem tetszik. Jó, és sok esetben itt van úgymond a kutya elásva, hogy nem, tehát mindenkivel szóbálsz neked, mindenki az ügyfeled, és igenis nyugodtan lehet nemet is mondani, hogyha valaki mondjuk úgy, hogy nem üti meg azokat a paramétereket, amit te azt mondod, hogy meg kellene, hogy üssen egy normál esetben, legalábbis viselkedésmódban, tiszteletben, meg nagyon sok mindenben, jó? Úgyhogy én azt mondom, hogy igenis legyél olyan ingatlan befektető, aki élvezi az utazást, tehát élvezi, látsz egy hatalmas célt, hogy neked lesz 10 vagy 20 ingatlanod, és az odavezető utat örömmel fogod végigjárni. És hidd el, hogy ez a lényeg az egész, nem az, hogy elértem a célomat, hanem hogy az odavezető út milyen. Tehát stresszel értem, ez két szívrohammal értem el a célomat, vagy boldogan és közben itt jártam a világot, és megvalósítottam az álmaimat. És nyilván én az előadásaimmal és az ingatlan klubbal is én ezt tudom neked nyújtani, úgyhogy kattints, iratkozz fel a hírlevelemre, vagy a havi előfizetéses klubomra, és legyél ott az előadáson. Szia!